Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, a második Zsoltárból Isten igéjét, amely így szól most hozzánk. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek, együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen, Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az úr kigúnyolja őket. Majd is szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat szent a Sionon. Kihirdetem az úr végzését. Ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiam már tettelek ma téged kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasveszővel, szétzúzod, mint cserépenént. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírálja a földnek. Félelemmel szolgáljatok az urat, reszketve vigadjatok, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztus által, a boldogság útját keresve az első Zsoltár után tovább lépünk, és mi meglepő, már a második Zsoltárban is találunk egy boldog mondást, egy boldogságról szóló megfogalmazást. Ez pedig a Zsoltár végén, annak utolsó mondatában, eképpen, mind boldog, aki hozzá menekül. Két dolgot figyelhetünk meg ebben a zsoltárban, amelyek után a zsoltáros, mint egy Isten szavát tollácsolva levonja ezt a következtetést. Az egyik, amit így fejez ki a zsoltáros, hogy a népek nemzetek, azaz a pogány népek összegyülekeznek, lázadoznak, tanácskoznak az úrral szemben és az ő felkentjével szemben ezt mondva, dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük leköteleiket. A másik, hogy Isten megerősíti a döntését, és ezt kihirdeti az ő felkentje, az ő választotja, az ő kijelölt királya felé is, és a lázadó uralkodó királyok népek képviselői felé is levonva ebből a következtetést. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírája fölnek, félelemmel szolgáljátok az urat, reszketve vigadjatok, csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Feltehetjük a kérdést, kedves testvéreim, hogy mi nekünk ehhez a Zsoltárhoz. A pogány népeknek Isten ellen és az ő felkentje ellen való lázongásához. De ha jobban odafigyelünk, talán nagyon is magunkra ismerhetünk, pontosabban a mai emberre, hiszen két dolog zeng ott ebben a Zsoltárban. Mondhatjuk így két pogány gondolat, a bennünk levő pogány, bennünk levő Istennel szemben lázadó ember két gondolata. Isten felmutatja számunkra az ő útját, a boldogság útját Krisztusban, az ő törvényében, és a tőle eltávodott emberben általában két ellenvetés fogalmazódik meg. Ugyanaz a két ellenvetés, ami ebben a Zsoltárban is az egyik mai gondolkodás szerint talán így hangzik, ha Istenben bízok, ha az Isten útján fogok járni, elveszítem a szabadságomat. Hiszen a hívő embernek ez sem szabad, az sem szabad, mi pedig szabadok akarunk lenni, és ez körülbelül azt jelenti, hogy ne legyenek kötöttségek. Nem kellenek ezek a korlátok az Isten kötelei, törvényei, parancsolatai, amelyek gúzsba, bilincsbe kötnek. A másik, lázadó, ellenkező gondolat az Úr felkentje, királya, döntése ellen van bennünk. Miért éppen Jézus? Miért éppen ő az út, az igazság és az élet? Miért őt jelöltek ki az Isten, hogy út legyen ő hozzá? Hát nem minden út ő hozzá vezet? És akkor mi van a többi vallással? Nem én döntöm el, miben és kiben és mit hiszek? Az első kérdésre a választ így fogalmazták meg. Amint a vonat a sínen lehet igazán szabad, úgy mi is Istenben. Az ő szeretete által, az ő törvénye útmutatása, a szeretet parancsolata által lehetünk igazán szabadok. Szabadok a bűntől, szabadok a jóra, a jó cselekvésére, a szeretetre. A másik kérdéssel kapcsolatban nézzük meg a világvallásokat, vagy azok alapítóit, illetve az üdvösségre jutás feltételeit. Jézus Krisztus az, aki önmagát adta értünk. Hogy megmentsen és örök életet szerezzen a számunkra, benne hangzik nekünk és Isten szava. A gyermekem vagy. Csókoljátok a fiút mert mind boldog, aki hozzá menekül. Amen. Imádkozunk az énekíró szavaival. Jézusom, ki árva lelkem, megváltottad véreddel, kárhozattól óvtál engem bűnös szívem, óveddel, add, hogy néked megháláljam, hogy nem hagytál a halálban, megmutattad bármit, adj, én oltalmam, csak te vagy. Jézus, benned bízva bízom, elpusztulnom, ó, ne hagyj, te, ki bűnön, poklon síron egyedüli győztes vagy, gyönge hidben biztos engem, készíts arra, hogy én lelkem láthat majd fenn, ó Uram, mindörökké boldogan. Amen.